Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyitott Kapuk rendezvényén. Engem Tóth Péternek hívnak, és a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék egyetemi docense vagyok. Egy pár mondatban szeretném bemutatni nektek, önöknek a szociológia alapszakról megtudhatókat. Ez a szak, ez 6 fél éves szak, és egy meglehetősen gyakorlatorientált képzéssel rendelkező szakról beszélhetünk. De első körben mindig azt szokták feltenni kérdésgyaránt a leendő hallgatóink, hogy de mit lehet csinálni szociológia szakkal, mit tehet valaki, aki szociológia diplomával rendelkezik. Erre én mindig azt szoktam válaszolni, hogy a legnagyobb esélye a Budapest főpolgármestere lehet valaki. Az elmúlt időszak budapesti főpolgármesterei közül a 3-ból 2 szociológus végzettséggel rendelkezett. De ha félretesszük a tréfát, akkor azt mondhatom, hogy a szociológia szak egy nagyon jó bevezető szak arra vonatkozóan, hogy aztán az ember eldöntse azt, hogy mivel szeretne a későbbiekben foglalkozni. Mert annyira széleskörű képzést nyújtunk, vagy annyira széles spektrumon zajlik a képzés, hogy itt kiválogathatja magának a hallgató azt, hogy mivel szeretne majd a későbbiekben mondjuk komolyabban foglalkozni, mondjuk egy master szak keretében. A hallgatóink, és azt mondhatom, hogy a hallgatóink, mert már vannak végzett hallgatóink, ez egy meglehetősen fiatal szak az egyetemen. A tavalyi év folyamán végzett az első csapat, akik itt kezdtek a Széchenyi István Egyetemen szociológia szakosként. Tehát már vannak végzett hallgatóink, és elmondhatjuk, hogy mindegyikőjük dolgozik már valahol. Hogy hol lehet dolgozni, hogyha betöltött a budapesti főpolgármesteri pozíció, akkor azt mondhatom, hogy akár a munkaügyi vonalon is el lehet helyezkedni ezzel. Van ilyen hallgatónk, aki munkaügyi vonalon helyezkedett el, humán erőforrás menedzsment szakmában, társadalompolitikai téren, kisebbségpolitikai téren, de el lehet helyezkedni oktatás területén, oktatásügy területén, és akkor itt lehet látni, hogy a közigazgatásban nagyon sok pozíció van, amit szociológus szakosként be lehet tölteni, de ugyanígy vesznek fel szociológusokat minisztériumok, minisztériumi háttérintézmények, az Európai Uniós intézményekben is meglehetősen sok szociológus végzettségű embert keresnek. De ugyanígy van helye a piacon is egy szociológusnak, mert a piackutató cégek is keresik az ilyen végzettségű embereket, de tudunk olyanokról, akik például regionális és területfejlesztés témájában helyezkedtek el. Tehát nagyon-nagyon széles körül a lehetőségek tárháza, és az oktatás is valami ilyesmire próbálna felkészíteni itt a hallgatókat. 3 fontos része van a szociológus képzésnek a Széchenyi István Egyetemen. Az egyik az az alap, ami egy ilyen elméleti képzést jelent. Ez mindenféle társadalom elméleti, elmélettörténeti tantárgyakat jelent, ahol a szociológia klasszikusaitól egészen a mai napok gondolkodóig vesszük át azt, hogy ki mit mondott ebben a témában az elmúlt 200-250 évben. Nem kell ahhoz mindenkinek szakállas szociológusnak lenni, hogy ebbe a sorba beilljen, de ez egy nagyon fontos alap, és akkor erre rakodik rá a második nagyon fontos képzési rész, ami pedig egy módszertani, gyakorlati tanulmányokat jelent. Mit értünk ez alatt? És itt megint csak meg szokták kérdezni a leendő hallgatóink, hogy szükséges-e matematika tudás ahhoz, hogy valaki szociológus legyen, és el kell, hogy szomorítsam azokat, akik szeretnék ezt megúszni, hogy a szociológia szakhoz valamennyi matematikára szükség van, tehát nem hagyhatjuk ki azokat a statisztikai alapozó tantárgyakat, amire aztán később a módszertani tárgyaink épülnek. Ezek a módszertani tantárgyak mindenféle kvalitatív és kvantitatív kutatással kapcsolatos módszertani tantárgyak, és ez az a rész, amihez aztán kapcsolódik az a harmadik szegmens, ami mi nagyon büszkék vagyunk, és ami azt gondolom egyedivé teszi a szociológia oktatást a Széchenyi István Egyetemen a magyarországi többi szociológia oktatáshoz képest. Ez pedig nem más, hogy rettentő mennyiségű gyakorlati kutatómunkát végeznek a hallgatóink. Ami azt jelenti, hogy a tanszékünk kapcsolatban áll önkormányzatokkal, piaci cégekkel, és az ő általuk feltett kutatási kérdésekre próbálunk válaszolni a fél éveink alatt. Tehát míg a hallgatók
végzik a gyakorlati tevékenységét, közben egy tényleges valós munkát végeznek egy megrendelő számára. Ez, amire nagyon büszkék vagyunk. Kettő fél év, tavaszi fél éve ilyen kutatási gyakorlattal telik el, de a többi módszertani jellegű órákon is találkozhatnak a hallgatók ilyen jellegű munkákkal. És aztán van még egy kiegészítő része az oktatásunknak, ami a különböző szakszociológiákat jelenti. Na ez az a rész, ahol egy hallgató elhatározhatja azt, hogy ő mivel is szeretne aztán a későbbiek folyamán foglalkozni. Oktatás szociológiával, nevelés szociológiával, szervezet szociológiával, vagy mondjuk média szociológiával. Hogyan lehet jelentkezni a szakunkra? Ehhez ugye társadalomtudományi szakról beszélünk, tehát azokat az érettségiket számítjuk mi be elsősorban, amik ehhez kapcsolódnak, tehát a magyar történelem és a társadalomismeret érettségiket szoktuk mi beszámolni megfelelő pontszámmal. De mindenkit várunk, akit érdekel egy kicsit a világ, érdekel az, hogy az emberek azok hogyan működnek, vagy nem működnek egymással együtt, és hogy ennek milyen okai és milyen tényezők állnak ezek mögött az események vagy jelenségek mögött. Várunk mindenkit, aki nyitott a világra és annak a megértésére.